Rendezett sorokban parkolnak az autók a szekszárdi Kadarka lakótelepen. Az utcának ezen a részén eddig nem lehetett letenni a kocsikat, csak messzebb, közvetlenül a házak előtt. A parkolókat most alakítatta ki a szekszárdi önkormányzat. A városrész képviselője azt mondja, régóta várták már a fejlesztést az itt élők. Én személy szerint is és a lakóközösségről egyébként nagyon örülünk, hogy ez megvalósult, ez összejöhetett. Hát a másik része a dolognak, amit hozzánk eljut információ, nagyon örülnek, és minden állat követve annak érdekében, hogy itt teljesen rendezett körülmények között álljanak az autók. A Kadarka lakótelep háztömbjei között most megerősítették a partfalat, a gyalogosoknak lépcsőt, az autósoknak pedig térkövezett parkolókat alakítottak ki, valamint az út másik felén festéssel jelölték meg a beállók helyét. A fejlesztés közel 200 itt élő családot érint. Itt most 28 parkoló kialakítása, illetve a régieknek a felújítása történt meg. Ha most visszamegyünk az időben, akkor azt mondom, nem egész két esztendő alatt, mint egy 130 új parkolóhelyet bővítettük itt a város területén belül a parkolóhelyeknek a számát. Szekszárd polgármestere azt is mondta, hogy a parkolókból még ennek ellenére sincs elég a városban, ezért hamarosan újabbakat alakítanak ki. A mostani beruházás költségeinek a nagy részét az önkormányzat a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától nyerte pályázaton.